akkor tovább folytatjuk a szünet után a bizottság ülését, hogy mindig a szünet egy napirendi pontnál vagyunk. Én azt javaslom, hogy akkor nyitjuk meg itt védőt azzal, hogy akkor beszél a közvetítővel a további lépésekről, aztán tájékoztasson bennünket a lehető leghamarabb időn belül, hogy ugye milyen választ kapott erre, és akkor abból a válaszból majd el tudjuk dönteni, hogy nekünk az mi jó-e vagy nem, vagy megéri-e időben várni erre a vizsgálatra, milyen összegbe kerül ez körülbelül. Egy képet kapunk már róla, hogy ilyen kalkulációt, oké. Hogy akkor ezzel mi legyen kívánni, jó? Nem tudom, hogy aki a más javaslat ezzel kapcsolatban. Javaslat én csak hozzászólásom, nem úgy olvastam itt ezt az Olá Lélának a levelében, hogy megjegyezni kívánom, hogy a 2008 évi bővítés óta eltelt időben az ingatlan tulajdonosa semmilyen garanciális szabadossági hibát nem értesített. Na most nyilván most megint az legyen, mert nem tudom eljönteni. Én csak azt szeretném megjegyezni, amit már mondtam máskor is, hogy én személy szerint testületülésem, nem minden testületülésem nyilvánvaló, de több alkalommal felhívom figyelmet a ragadozó épület körüli problémákról éveken keresztül testületüléseket, nem mindegyiket, de több alkalommal. Most nem értem, hogy most miért írja le azt, hogy nem értesített a senkit. A polgármester úr azt mondta, hogy mondta neki, hogy kereszte. Szóval így szóltál. Igaz, valahogy is állt is mondom. Na azért mondtam, hogy ezt el kell mondani, de akkor nem igaz az állítása. Én az osztomosát szóltam nem irányba, és ugye tanultam az elmúlt 4 év tapasztalataiból, 2014 óta, a szóvajászám, az írás megmarad, és azok a jogi dolgaim, amik az elmúlt 4 évben én végig csináltam, hogy minden, tehát még egyszer mondom, mindent be kell írni, mert ez bizonyíték elég. Tehát még egyszer mondom, tehát szó van, többször felszólítva, kérve, tehát én úgy fogalmazom, hogy inkább kérve, nem szólítva, de látva a mostani eredményt, és még egyszer mondom, tehát a 2014-től mostanáig velem szembe folyó feljelentésekkel kapcsolatban, és a bírói gyakorlattal, ha nem tudom igazolni papíron, hogy ezek elhangzottak, és mivel nem szó szerinti dolgok történnek, illetve más perve is, szemtől szembe mondta nekem az alperes bíróságon, hogy hát már pedig lenne így hangzott. Szerintem erre Kamika is tart, mert ugye az önkormányzat volt olyan felelőtte, hogy képviselte, és a tanul szemtől szembe meghatott volt engem is, hogy van engem, hogy én már pedig nem ezt mondtam, meg azt mondtam. Tehát sajnos az a legyenek tárgatva le kell minden a bírnál. Nem a témával, csak azért, mert haladunk az, hogy már 11 óra. Tehát még egyszer, csak képviselőnek válaszolva, hogy szóval ragadtotta vissza, még leestek róla, meg lepattaltak róla, ő eljött egyszer visszaragadtott azokat a disztéklákat, tehát jelzést kapott, jött is, ugye az nem jött, ami ott el van írva, ezt itt megállapítottak, és tudjuk nagyon jó, hogy milyen javításokat végzett rajta, úgyhogy volt róla értesítése, kész. Én azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy szabadul meg ebben a kérdésbe, jó, hogy haladjuk a következő napjegyzés pontra. Egyetlen, de csak ami hozzád van. Ehhez tartozik konkrétan. Nem ehhez az épületet, csak mivel nincsenek egyebek a mai napi, tudom, hogy esetőzés is lesz, nincsenek egyebek, így szeretném megjegyezni, hogy kimentem a gyártelepi ramadatot. És én személy szerint 5 fajta problémát láttam, amit viszont jelezni kellene adni a tanulóval az esetből, írásban, akár jelzőkönyvben is mondom ezeket, amit én láttam, de megjegyezni bárki, hogy hibák vannak a ramadatozónak a gyártelepen. Akkor tessék már szívesen, hogy a terembe kapcsolatot jelezni, vagy akár én is, ha komolyan szívesen lediktálom, hogy én mit láttam, aztán megnézi, hogy legyen már az írásban rögzítve, hogy ne legyen az, hogy nem szólt senki, mert nem jelezte, mert ott is gondok vannak, hogy akkor az legyen már tudom, hogy nem ide tartozik, csak magába az elvére tartozik, hogy akkor éljünk már ezzel a garanciális jelzéssel, jó? Bármilyen dolgot észrevesz a képviselő úr, ehhez nem kell egy testületülés, nem kell sima testületülés, mint ahogy volt már, hogy írtál egy pár sor, a képviselő ezt tapasztalta, kérem intézkedést és visszajelzést. Tehát ehhez nem kell testületülés, de ez bármi képviselő testületű kapva volna szükség. Ja. Akkor visszatérve a napirendi pontokat, jegyezést, azzal a javaslattal, amit az előbb itt elmondtam, hogy nézzük meg a bűnvédjét, ezt kérem készenlítással szavazzon. Jó,
tárgyalatbizottság egymagyarán elfogadta. Akkor, mivel tervező úr visszajött, nagyon gyorsan, csak egy pár szóval úgy is megy, csak egy pár szóval. Akkor mondanál el egyszerűen, hogy akkor mit tapasztaltál és mi a megoldása. Tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy a DH-ban csak egy kialakítása, a mostani felvonulási konténer helyére. Ami akkor, ahogy beszéltük, egy gerincszintet kell vezetni, és akkor a megküldési pontokat, meg egy vízjelő felállásokat tudunk ajánlási kialakítani igazából. Meg kell veled? Akkor elcsinálok egy pincet, és akkor... Sasper kb. Költségvonulatra. Hát ezt most pontosan nem tudom, milyen. Én nem azt mondom, hogy egy forint pontossággal, de itt van még 20-30 ezer forint pontossággal, 100 ezer forint pontossággal. Hát most is nem tudom, mert ezeket nem tudom fejlődni az állat. Jó, most nem tudom, hogy fél millió. Hát ott körül. Azt mondom, hogy a nagyságrendire gondolom az a kategória jön. Fél millió. Ez 20-20. Jó, jó. Mindegy, akkor azt arra kérjük, hogy akkor ez egy kis tervezár meg, és kifejezik, hogy csinál meg, jó, meg kb. Egy kis költségszámításokból valami. Csinálom, hogy becsülést is. Egy becsülést, jó? Hát ezt egyeztettek ott a kivitelező, hogy nem fogják a kérdőt. De ezt, igen, kérdőt. Hát még úgyis jelzett a cinkát, így felvetés, és arra megy majd a gyertő, de még másokat nem állták, és hogy jövő pont, hogy várják most, hogy ezt továbbiak, akkor szalom neki illetve a változó estet, és akkor tisztekás picet igyekszem megtudni, és akkor köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Várom Korsó is be. Tehát a műszaki ellenőr fele is. Persze, bár nem én is fogjuk jelenni. Hát teszek én abban a jegyzést, akkor erről mondjuk elrendezést a során. Tényleg, hogy fogunk elrendezést. Igen, tehát a kivitelezős meg kell állítani. Így van, igaz. Jó, teszek egy jegyzést a napot. Köszönjük szépen! Jó, következő a napi rendi pont, 12-es. Ő ezt a határozatát védi, ezzel kapcsolatosan ilyen kifogással leírta, hogy miért nem jó a szakértői vélemény. A szakértőt új, a szakértői vélemény kiegészítésére hívták föl, ezért szeptember 5-én lesz a következő tárgyalás. Meg kell jegyezni, hogy a felperes képviseletében sem a jogi képviselő sem őkön jelentek meg ismét. Nyilatkozatot tettek, de a bírónő szerint, és ezt egy kamerában is mondom, mert az jegyzőkönyv tartalmazott üres frázisokat pufogtatnak. Tehát semmi olyan érdemi nyilatkozatot nem tettek, amivel mondjuk megfordítanák a perállását. A kormányhivatal az, aki most gyakorlatilag megakasztotta a kínálás szerint, úgyhogy most ez folytatódik, szeptember 5-én. Röviden ennyit tudok mondani, hogy ez nem csak két szereplős a történetében, hanem is ezért is akarom felülni. Hát akkor röviden és összefoglalva, hogy a kormányhivatal alkalmazottan meg ezt a témát. Mi hiába, tehát a mi nyilatkozatunk, én a szakértői véleményre válaszolva, a mi nyilatkozatunk az az volt, hogy teljes mértékben elfogadjuk a szakértői véleményben megállapított összeget, ezzel akár, ha nem akasztja meg a kormányhivatal, le is zárulhatott volna be, mert mi elfogadtuk, ugye a felperes nem igazán nyilatkozott, tehát ezt le is zárulhatott volna most, de nem zárult le, mert a kormányhivatal egy közigazgatási tervben védi a saját határozatát,
és megkifogásra teszették ő véleményeit és pontjait, hogy nem három összehasonlító adatot hozott fel a szakértő véleményben, nem kettő összehasonlító adatot. Ebből egyik összehasonlító adatot, hogy pont a telekmögötti, akkor a telekmögötti önkormányzati tulajdon volt, de az kisajátítási eljárásnak tudni kell, hogy amit adásvétellel szerez meg az önkormányzat, úgymond kisajátítási eljárás keretében, az pont, hogy ki kell zárni a szakértői vélemény könyvből, de a szakértő pont belevette. Tehát a lényeg az, hogy ilyen szabályokat nem vett figyelembe. Ja, és kerekedés szabályait alkalmazta, de bíróság felhívta a figyelmét, hogy kártérítési eljárásban, sajátítási eljárásban a kerekedés szabályait nem lehet alkalmazni, mert most ezeket a bűnre kell számolnia. Jó. Kimerítő a véleménye, meg szerintem elég összehasonlító adatot tartalmaz, csak szerintem ezt az önkormányzati tárgyat ezt benéztem, mert mondta, hogy ezt nem lehetett volna figyelembe venni. Úgyhogy most felhívnák szakértőgyelmi kiegészítésére, lesz rá egy nyara. Megszokta belőle ezt a tárgyalás, ami mindenki fogva is tehát ez így működik, hogy nem tetszik, alperes, új szakértő, szakértőgyelmi kiegészítéset. Ugye én csak megjegyezni kívánom, hogy speciál, hogy ugye ebben a dologban ugye jó lenne, hogyha a felső szerv is egyeztetne az önkormányzat ebben a dologban, hogy neki van egy ilyen meglátás, és mert ne kívánja felvetni, mert ezt nem akkor döntötte el, hogy azért most mit szólunk ehhez, én elhiszem, hogy ő védi saját magának az álláspontját, de még egyszer mondom, majd ha ő tesz hozzá egy forintot, értsége jó. Tehát nem a kormányhivatal tesz ehhez egy forintot, hanem mi már most el akartunk zárat ezt az egész dolgot. Tehát amikor Gabika engem felhívott, hogy mi a tényállás, én néztem ki fel a fejemből, hogy egyszerűen akkor megint azt mondom, hogy bennünket, önkormányzatot, a kormányhivatal csak akkor keres meg, amikor neki fontos, amikor nekünk lenne fontos egyeztetni, akkor nem keres meg, mert ahogy most elmondtam már, az állásban. Tehát a testületi döntés alapján azt mondtam volna, hogy nem, de felelőzzek. De ez nem felelőzés volt, Tibi, ez csak ő tett egy észrevételt. Az észrevétel sem. Most megérdekes, hogy dolgozom van. Most megérdekes, hogy a szállalomány.
Főleg mindenhol van, hogy nem tudom, hogy nem akarod. Most már nem is a felfelesek miatt. Így van. Annyira új volt, hogy... Egyszerűen a napjelenti volt, hogy ez a hatalmat. Itt zárjuk be, ugye mindegyő elmondta a tájt, tehát szívoltunk következő napjelenti pontra, hogy ő érinti. Akkor a tájtot, ezt a tájtot, igen, a napjelenti tudomásul beszélt a tájtotás, és továbbra is megkép, mindegyő, hogy a hát a nyáron lesz ugye a szakértői vélemény kiegészítéshez még fogom küldeni. Arra teszünk készítvételt, nyilván bármi ezben nem fogjuk venni, hát ugye 5 millió csak oda várnék meg. És akkor ugye másodrendű a feleségeket nem tudjuk venni. Jó. Aki ért a rendezőt, az kérde a részletesre szavazva. Jó. Az a bizottság egy napot elmogatta a 14-es napirendi pont előteretés és önkormányzati többi képviselőnek kiállítására. Ugye ebben is volt már szó, hogy a jogi képviselet eltársára, az utolóban beszélt is a tárgyalási állammal tartom, hogy a jogi képviselet eltársára. Ugye látjuk, hogy további jobban is ugye. Készítettem, hogy ezt a módot ez meg van? Igen. Akkor jó. Igen. Péter, vasárnap, szombaton van ez a zsene. Az eseti volt, tehát amikor felkértetek, hogy bonyolítsam le, az eseti volt, ugyanilyen összegben. Eseti megbízás alapján, tehát a számla is úgy tette, hogy van, hogy eseti megbízással. Folyamatosan nem volt. Amikor a szerződést át kellett tekinteni, de ez most azért más, mert ez már a megosztási jogira tekintve most ír a polgármester úr. Tehát ugye amikor a 13 helyre ez a szám, és azt osztatlan közös tulajdonnak, hogy az önkormányzatok egy gimnáziumnak, most azt történik éppen. De külön megbízásra nem volt, meg most sincs. Igen.
Tehát ugye van az eseti megbízás, meg van az állandó megbízás. Igen, ez úgy működik, hogy ugye a jogi megbízás az kétféle módon lehetséges. Az egyik az eseti megbízás, a másik pedig az állandó megbízás. Az eseti megbízás, amikor például adódik egy ügy, tegyük fel az Olá Béla ügyével kapcsolatos jogvita, akkor ugye ennek van egy óradíja, és akkor én azt mondom, hogy ezzel foglalkoztam ennyi meg ennyi időt, ügyvédi levél szerkesztés, eljöttem ide, itt ültem, tanácsokat adtam, jegyzőről egyeztettem, polgármesterről egyeztettem, ennek van egy óradíja, azt én kiszámlázom. Utána felmerülünk a ipari parkkal kapcsolatban, megint más valami, akkor annak is van egy óradíja, ha szerződés készítés van, akkor... Ezt akartam elmondani. Hát, megint felmér az ipari parkkal valami szerződés készítés, szerződés átnézés, stb. Szintén kiszámlázom óradíjba. Az állandó megbízás pedig azt jelenti, hogy bármi, ami felmerül a önkormányzata működésével kapcsolatban, állandó beszerződések, két beruházással kapcsolatban, vállalkozási szerződések értelmezése, bármi olyan ügy, ami felmerül, abban ugye jogi segítséget nyújtok ebben az általány díjban. És akkor ez vagy több, vagy kevesebb, mint amennyit a díj tartalmaz. Most nyilván ugye ebben volt okirat szerkesztés is, hogy ez több lenne arra a hónapra, de lehet, hogy a másik hónapban meg kevesebb volt a kérdés. Tehát az általány díj az azt jelenti, így van, tehát az annyi, és akkor az nem egy kövelés a dolog, de általában az állandó megbízók nyilván prioritást jelveznek egy-egy kérdés, tehát hogyha nyilván az embernek több munkája van, akkor az állandó megbízókkal aktívabban tartja a kapcsolatot, meg mondjuk hamarabb előre veszi az ő problémáikat, mint a többiek érhez egyik jelent. Lesz esetleg ügy, mondjuk a Ez megint képviselőtestületi döntés, tehát a lényeg az, hogy ha azt mondja, hogy tartozzon bele, akkor bele tartozik, viszont ha egyedi megbízást kötünk, ugyanúgy, mint a makaráiknál, akkor lehet pervesztesség esetén, tehát hogyha az olábéjjal elveszti, akkor a pervesztesség esetén ugye ezt az ügyvédi díjat tudod rajta követelni. Tehát egy állandó megbízást nem tudsz benyújtani egy perképviseletnél, mert azt fogja mondani a bíróság, hogy igen ám, de akkor most ebből mennyi volt, amit Olá Bélára fordított, és mennyit, amit az összes többire. Azért kell a peres eljárásokon külön megbízási szerződést benyújtani, mert akkor azt tudod összegszerűen követelni. Na most, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy tartozom bele, akkor ez bele tartozik az Olá Béla jogvita, és akkor azt mondják, hogy jogszabály szerint állapítják meg a költséget. Na most ugye a jogszabály szerinti költség az jóval kevesebb, mint hogyha mi egy megbízási díj alapján nyújtjuk be. Ott is van valami megállapítás, csak természetesen nem annyi, mint egy ügyvédi megbízás. A kérdés lényeg ez volt, hogyha van ez az általános, ez a könyvben a szerződés, akkor gyakorlatilag, nem tudom, mondjuk, ahogy úgy tudom, nem tudom, hogy közvetetted azt, hogy beletartozunk, vagy nem tartozunk be, tehát gyakorlatilag nincs külön eseti meghatalmazás, vagy megbízás semmilyen benne. Még annyi, hogyha bármi felmerülne, tehát jogi tanácsot én mindig csak annyiban tudok adni, amivel megbízást kapok. Tehát ugye, mivel nem ülök itt az önkormányzatnál, általában jegyzőről szoktam egyeztetni, ő küldi nekem e-mailen a kérdéseket, ő hív föl. Tehát például ugye hallottam itt, hogy Olá Béla is többször fel volt szólítva. Tehát én jogi segítséget, illetve jogi képviseletet csak azokban az ügyekben tudok ellátni, amiben nyilván valamilyen szintű felkérést kapok, vagy tudok a dologról, vagy hallottam róla. Ugye, tehát ezt azért még szeretném hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden egyes probléma megoldásra kerül, mert van egy állandó jogi képviselő, csak amiről tudok, hogy mert ez mindenképpen azért szeretném. Szeretném kérdezni, hogy ezek a szerződések, mint a kerékpárút, stb. Ezeket kaptak már készen ezek a szerződések? Az egyik az vállalkozói szerződés volt, a vállalkozói szerződés, a tervezési szerződés, a másik megbízási szerződés, hogy érted, hogy egy kaptafára? Akkor egyformán között a tartalmán nyilván nem volt. Hát tartalmában nem egyformán, de egyébként nyilván ugye a megbízási szerződés tartalma szerint megtekinthető, nem teljesen egyformák. Tehát a három nem egyformán volt. Ezt azért alkalmat akkor fogok kérdezem, mert én több alkalommal kértem már itt, amikor nyilván lesz a majdnemosan téma, hogy jó lenne egy szerződés, tervezet, stb. De akkor volt, aki azt mondta, hogy ezt mindig kapottál, készül a sarok. Nem sajnos a szerződés, mert minden témában más. Másra lehet mondani, hogy más mindegy a témára.
szerződésnek az a lényege, hogy ugye a két szerződő fél, aki szeretne benne, elmondja, hogy mit szeretne a szerződéssel szerződni. Tehát azért nem sablon, mert lehet sablon is, csak akkor ugye pont nem éri el a célját, hogy ki milyen feltételeket szeretne a szerződésben szerepeltetni. Lehet olyan is, hogy letöltöd az internetről, de akkor mondom, tehát nincs körbevásni, ez meg nem azokkal a jogszabály helyekkel, amit szeretnének elérni, de ez nem sablon. Ahogyan nincs két egyforma adásvételi szerződés, úgy nincs két egyforma vállalkozói szerződés, mert ebből szoktak lenni a viták általában, hogy hát azt sem tudtam, mit írtam alá című, mert elintették. Tehát a szerződések annak az elényén, hogy mind a két fél elmondja, hogy szeretem. A közbeszerzési szerződések azok egy sablonnak készülnek. Közbeszerzési szerződések. Persze, vannak olyan közbeszerzések, amit kötelező szerepeltetni, tehát meg például a küldelőti adásvételekben, és vannak kötelező elemek, amit ha kihagysz, akkor nem érvényes a szerződés, de nyilván a felek akaratát az bele lehet tenni. Azt szeretnék még következőből kérdezni, hogy tovább jelent, hogy most jött el, húzott, hogy látszott, hogy nem volt, csak többi gyakorlatilag itt látok benne, ez, hogy négy történet, az ügyeket azt tudtuk, úgy történhet. Azt szeretnénk kitérni, hogy amikor beszélünk az ügyvédi megbízásról, akkor én személy szerint kértem, hogy a testületülés előtt egy ilyen összesítés, hogy jól lenne látni, amiről jól beszélünk, hogy mégis mi az, amit ügyvédi elkészített, nem megkifogásolni, hogy hát, vagy bármi, hogy ilyen hangokat fogadunk kezelni. Nem kaptam meg sajnos, most igen. Na most akkor én kérdeztem, hogy milyen mennyiségű ez a munka, amit egy ügyvédnek kell elkészíteni az önkormányzatnál, egyzőben akkor azt mondta nekem, hogy nagyon sok. Ezt átteszem ide a ügyvédi nakába magyarul, ebből négy dolgot látok. Hát figyelj Zsolti, én ezt kirészletezhetem, hogy naponta e-mailezünk jegyzőjúval, kirészletezhetem óránként a telefonon. Nem, én csak annyit írtam ide, hogy az operatív részét, az operatív részét, azt most itt nem tudom lerészletezni, hogy 2018. 5. 12-én 30 percet beszéltünk, következő nap 45 percet, de azért mondom, hogy ez idő, azt meg kiszámlázhatom esetében is. Meg azt, hogy én egyeztetek a kormányhivatallal, mert hogy fölhívtam például, hogy mi volt ez a beadvány, meg hogy be kell menni a földhivatalba egyeztetni, tehát mehetünk úgy is egyébként. Ez a része, ami utána van, ez lehet, hogy rövidebbnek látszik, de egyébként az oroszlán része az inkább ez. Tehát ezek járulékos dolgok, ami elkerülhetetlen kérdésében, hogy egyeztetik a telefonálásokat, ez nem is ez kétlen, ez nincs semmi baj. Hanem maga az egészet azért kérdezem, mert arról volt szó, hogy olyan mennyiségű az ügy, én ezt kérdeztem Mácikba is, olyan mennyiségű az ügy, amit ügyvédnek kell kezelni, hogy ez egy ügyvéd részvétele szükséges. Nem. Így volt? Nem így volt. Hanem? Nem így volt. Miről beszélsz? És nem tudom, miről beszélsz. Hát nem erről van szó, hogy milyen mennyiségű az is. Arról van szó, hogy a két piacos és kerékpárok akaratervet jelent nekem. Igen. Minden fajtaféle segítség, hogy ilyen szinten én kapok, az egy rakmányt elveszem, de nincs úgy hivatalban, hogy nem segítsen. Így indult szerintem a beszélgetés, és azt mondtam, hogy akkor ez körülbelül június 30-án, ami az időpont, amikor én ezt mondom, talán tudod egy kis levegőt tenni, hogy a hivatal több ügyéről is foglalkozzak. Van ilyesmiről volt szó. Igen, csak emlékeztetek, hogy hányszor kell ülődést összehívnunk, hogy a pályázatok, a projektek ilyen egyéb dolgokon értőkövekkel kapcsolatban, amik napi szinten jelentkeznek, és ott nálam csak oldunk meg. És emiatt is szerintem minden máson beszélhetünk, még kimmel szépen. Igen, csak véleménye, én azt merni meg a jó gondolom meg, hogy itt a Meridiánzának, hogy közbeszerzőnek, hogy akárkinek, tolmácsoljunk azt a fajta önkormányzat ilyen kérdését, és akkor abban az ügyvényünk gondolom. Tehát rengeteg olyan fajta dologban, amit nem tudunk így felsorolni gondolat kell el, hogy hát az te számoltod, de higgyék meg, hogy azt mondta, hogy nekem nagy segítség, mert hivatalosan is nincs a piac, én nem tudom osztani, hogy segítségünk tudjam, hogy nem megyünk kollégák között. És ha ebben így mondjuk így, tehát utol számára vagyok, hogy hivatalban a fogász végzettségre alkalmazottak, nem tudnám látni. Nem is kétlen. Persze, nem is most csak annyit tennék hozzá egy többlet tényállásként, hogy amikor ugye alatt Attila kérte a terveket, hogy jegyző próbálta beszerezni a építési hatóságtól, próbált mindenféle hivatalos úton, én megszereztem a két nap alatt. Tehát most nem azt, hanem, hogy maga azt, hogy az emberek ugye vannak kapcsolatai ismeretségei, ami szintén lerövidít egy kis eljárás meneteket, és ez most
Persze, nem csak az, hogy az elmélyő volt. Én is jövős volt valamikor, tehát nagyon a rálátás, nagyon volt a helyi segítsége. Érték. Tehát ezt megint csak arra kérdezem, hogy hány darab ügy van, ez itt, ami új az négy darab ügy, én erre akarok ítélni. Azon belül nyilvánvalóan 100 kompanyát egyeztetni kell, hát ezt nem is kérdeztem, nem is képtem, egy percig se. Csak én attól is arra szeretném volna kérdezni, hogy hány ügy van, amit kell képviselni a... Mindismert képviselőt is. És akkor arról szó, hogy itt van. Azon belül mennyi a kérdés, hogy teljesen más történet, mert az a nyilvánvaló. Oké, okay, csak számomra ez úgy jött, hogy annyi olyan ügy van, feleségben, nem tudom, hogy az informáciáknál muszáj. Nyilván én ezt az összeget, ami én erről szól, én nem tartom el összegnek, ezt most azt mondom, mert nem egy olyan főtől erről szóló dolog lesz, hogy ezt felesen tartani. Csak én arra kíváncsi, hogy mennyi a terjedelmi vagyok, amihez kell segítséget tűnik. Nem volt terjed. Ez a fajta igen. Tehát gyakorlatilag... Ez a segítés, amit ő tudna adni nekem, az jelentett, hogy azt, hogy megsajtta a fél feladatot, hogy tudnék tudunk felé végezni, amire elindítani. Tehát gyakorlatilag én akkor ezt tudom lebontani számomra, hogy azokat a jogi dolgokat, amik itt előfordulnak az önkormányzatnál, a szenzió ügyvédelmet átadja, úgy, ahogy van. Hozult, én úgy tudom lefordítani, egyeztetünk. Tehát kérlek, hogy jól gondolom meg, és ha azt mondja, hogy igen, akkor merre, ha megy a házát, hogy így mondjuk, hogy köszönhetünk, és akkor világ. De ez az ügyre kapcsolatos, már persze. Igen, de nem egészen, tehát a jogi dolgokat, mint jegyzői feladatokat nem adja át. Én nem veszem át. Azért mondom, hogy lehet, hogy ez hosszabb, de ami a savabosa, az itt van, hogy folyamatos egyeztetés, e-mailezés, telefonálás, kapcsolattartás, megerősítés, jogszabály, módosításokkal kapcsolatban. Tehát ezt értsd úgy, hogy gyakorlatilag van kivel konzultálni és megerősítést nyerni, hogy helyes vagy nem helyes. És amit mondtam, hogy nyilván az állandó megbízók, azok prioritást élveznek, mint egy probléma megoldása volt, mint a nyilván adó megbízó. Tisztelt. Kérdés, hozzászólás, másokon van esetleg? Én annyit mondanék, hogy ugye, aki ezek a dolgokban külsőként nem lát bele, lehet, hogy neki sok vagy kevés, én mindig onnan szoktam kiindulni, hogy kinek mi a sok, kinek mi a kevés. Tehát valakinek a két dolog is sok, valakinek tíz dolog is kevés. Tehát, de azt viszont megerősíteni tudom, és ugye megint azt mondom, hogy ezzelőnek a szava hihetősége az, ami véleményem szerint megint olyan fogalmazza, hogy amit mond Jerző, az nem biztos úgy van, de én megerősíteni tudom, hogy igen, többször is naponta többször van a kapcsolatban ügyvédnővel, mert higgyétek el, hogy külsőleg látszik ez, hogy milyen egyszerűek ezek a pályázatok, vagy napi szintű dolgok, amely az önkormányzatnál is folynak, de most csak a pályázatokat ragadjuk meg. Lehet, hogy kifele nem látszik ez, de nem látszik, de akik mi benne vagyunk. Igenis ez naponta napi feladat, hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, mert ha nem lenne pályázat, akkor nem lenne napi olyan feladat különbségben, és ugye amit most ügyvédő is mondott, lehet, hogy csak 10 percet beszélnek, de valamikor oldozzákon keresztül, tehát ezt meg onnan tudom, mert ugye megyek Jerzőhoz, hogy telefonál, megyek itt telefonál, és ugye mondom neki, hogy Jerzőhoz majd beszéljük, már mondta, hogy Gabikával van vonalba, vele egyeztet, tehát ezt kifele nem látni, mert ezt kifele nem látni, mert nem is kell ezt látni, mert lehet látni, mert nem lehet. Értsétek jól. Nagyon röviden, tehát hogyha jegyző úr is egy problémára 5 perc alatt választal el, akkor nem az egész napot fogja a jogszabálykereséssel tölteni, ezt én nagyon jól tudom, mert kollégákkal dolgozok együtt, és ha megbeszéljük a problémát, akkor 2 perc alatt megvan, meg nem, akkor egy fél nap. Én szeretnék kérdezni egy ostoba dolgot, ezt előre mondom, tudom, hogy ostobaságot kérdezni, csak mégis megkérdezni a jegyző úrtól. Azt szeretném megkérdezni, hogy hozhatnánk az önkormányzati törvény felülbírálva, amit nem lehet, jó, de azért megkérdezem, hogy meg mélységet fog kérdezni. Egy olyan lenne helyi rendeletet, hogy nem szabad a képviselő testület abba kérdezni, mert nem szabad vélemény imányban. Mert akkor a rossz szándéka fejezi ki. Lehet, tehát ilyet hozunk már. Jó? Köszönöm szépen. Jó. Csak úgy megjegyeztem. Most ez kérdezik. Jó. Nem, ez csak ez. Semmire. Egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni sem. Mondta is volna, hogy önkormányzati törvény jelentéses törvény nem lehet hozni. Hát ez mondtam, hogy a sosságot. Meghallgatjuk, de jó, most azért elgondolkodható volt. Akkor a kérdezi ez azzal, hogy
június 30-án jár le az általános megbízások. Nem tudom, javaslata arra, hogy akkor megítartson a év végéig. December 30-ig ugye az előző feltételekkel egyetértve, tehát az utolsó 100 forintnyi megbízás, hogy ugye december 30-ig ezzel a szerződés aljásával egyetértve azt kérdezik, hogy készítettek szavazni. Jó? Mert úgy kell egy mondani elfogadtam, hogy tegyél a fogunk, tegyél a fogunk, a kérdés ügyvédő, és hogy tudjuk még a... Nekem elég egy módosítás tett a szerződéshez megvan, és most még egy pontot nem módosítani. Köszönöm szépen. Ha van még kérdés, akkor maradok, ha nincs, akkor... Kimerültünk. Kimerültünk. Akkor megyek. Én 5 percet felelejem már át. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.